Egyetlen pillanat alatt jött létre, azaz Allah teremtésének része. Az evolúcionisták nem tudják megmagyarázni a madarak tollához, szárnyához vagy tüdejéhez hasonló összetett rendszerek kialakulását. Ehelyett csupán néhány kövületre épített képzeletbeli történetek kitalálására törekednek. Ebben a témában leginkább az Archaeopteryx névvel ellátott 150 millió éves kihalt madárra hivatkoznak. Az Archaeopteryx kövületet nem sokkal Darwin könyvének megjelenése után találták, és mind a mai napig leginkább erre hivatkoznak az evolúcionisták. Evolúcionista paleontológusok azt állítják, hogy ebben a kövületben a madár és a csúszómászó tulajdonságai is fellelhetőek. Ám minden egyes tudományos felfedezés újra és újra megcáfolja ezt az állítást. Először azt állították, hogy az Archaeopteryx és a mai élő madarak tollának és csontvázának szerkezete hasonló, valamint mindkettő képes a repülésre. 1983-ban a texasi sivatagban fedezték fel az Archaeopteryxnél 75 millió évvel idősebb madárnak a kövületét, a Protoaviszt, melynek kora ismételten megcáfolta azt a hazugságot, miszerint az Archaeopteryx a madarak primitív őse. Ezen tudományos tények ellenére továbbra is az evolúciós elmélet egyik alappropagandájának tételeként használják azt az állítást, miszerint a csúszómászókból fejlődtek ki a madarak. Az evolúcionisták ebben a témában még a csalásoktól sem hátráltak meg. Ezen csalások egyike az Archaeoraptor fosszíliája, amit a National Geographic az 1999. kiadványában egy félig madár, félig csúszómászó lényként mutatott be a világnak. A magazin még egy kitalált dinómadár képet is rajzolt, amit az evolúciós elmélet bizonyítékaként tüntetett fel. Ezt a képet a világ különböző újságjai az evolúciós elmélet egyik bizonyítékaként tettek közzé. De két év múlva egy megdöbbentő tény került napvilágra. A kövület valójában öt különböző élőlény csontvázából összeragasztott tudományos csalás volt. Azok az újságok, akik két évvel korábban ezt a kövületet az evolúció bizonyítékaként mutatták be, elismerték, hogy a dínó madár egy csalás. Fontos tudni, hogy ez a csalás csupán az egyik azon számtalan hazugságoknak és félrevezetéseknek, amit az evolúciós elmélet nevében terjesztenek elő. Annak oka, hogy az evolúciós elmélet nevében ehhez hasonló csalásokkal állnak elő az, hogy nem találtak egyetlen egy tudományos bizonyítékot sem, ami alátámasztaná az elméletet. Ha megvizsgáljuk a Föld élőlényeit, vagy ezek maradványait, akkor látni fogjuk, hogy az evolúciós elmélet teljes egészében kitalált tétel, és világos bizonyosságot nyerünk, hogy az élőlények a teremtés részei. A madarak ismét azt a tényt igazolják, hogy az élőlények nem a véletlen termékei, mint azt az evolúciós elmélet állítja, hanem egy tökéletes teremtés modell. Ebben a filmben megvizsgáltuk a madarak felszállási technikáját, testük aerodinamikai szerkezetét, a csontuk tulajdonságait, az apró horgokat a tollakban, a kolibri hegyes szárnyait, a vándormadarak repülési módját, helynek határozó rendszerüket, különböző repülési technikájukat, az atlétáknál gyorsabban futó, az úszóknál gyorsabban úszó madarakat,
illetve a szebbnél szebb mintázatú madártollakat. És még egyszer tanúi lettünk egy nagyon fontos ténynek. Allah teremtése tökéletes. Az ő művészete és hatalma mindent magában foglal. A világok ura Allah a legmagasztosabb. Egy Korán versben Allah ezt nyilatkozza ki. Allah az, aki 7 eget teremtett, és ugyanennyi földet. Az ige leszáll közéjük, hogy tudjátok. Allah mindenek fölött hatalmas, és hogy Allah mindent átfog tudásával.